Sziasztok! Könyv ajánló rovat. Bartus László, Fesz lesz. Kézikönyv kezdő szabadulóknak. Olvasom az előszót, írta Iványi Gábor. Lelkész. Bartus László, Amerikában élő író, újságíró, közeleti kérdések, érzékeny meg, szólaltatója. Újabb terjedelmes kötettel lepi meg olvasóit. Azt is mondhatnánk, hogy a könyv a Fesz Van című sok évvel ezelőtt megjelent és hamar szép szétkapkodott művének folytatása. Azért írta meg, mert különösképpen megviselte, hogy abból a vallási közösségből, ahol élő hitre jutott, és amelynek szolgálatában fontos éveket töltött el, távoznia kellett. Volt ebben önvédelem is. Úgy érezte, az egészsége is tönkre megy, ha tovább marad. Azóta évek teltek el. A kényszerű kapcsolat azonban mégsem szakadt meg. Ennek egyik oka a szerző szerint az, hogy a hit gyülekezete igazán soha nem engedi el a távozókat, hanem különös lelki terhet rak rájuk, sőt, alkalmasint utánuk is nyúl, és bünteti őket. Sajátos élményem volt nekem is, azzal kapcsolatban, hogy az említett kötet a mi kis boltunkban is kapható lett, illetve bekerült felsőoktatás intézményünk a Veszli János lelkészképző főiskola könyvtárába. Emlékszem, egyszer megjelent egy jól öltözött középkorú férfi, megkérdezte, hogy kapható-e könyvesboltunkban a Feszvan című könyv. Az igen válaszra odavezetette magát az érintett könyvespolthoz, könyvespolthoz, majd a bolt kezelőjének döbbenetére átkozni kezdte a könyvet és a helyet, ahol az írás műelt. Ugyanez játszódott le a főiskola könyvtárában is, ahol egy egyetemi hallgató benyomását keltő fiatalember jelent meg, ugyanezzel a kérdéssel ő is átkozni kezdte a helyet és a kötetet. Később tudtam meg, hogy ez az átkozás, amelyben gyülekezeti csoportok is részt vesznek, szokás a közösségben. A dolog azért okoz meglepetést, mert ez a magatartás idegen a Biblia szellemétől. Természetesen van szó a Szent Könyvben, az átokról. A honfoglaló izraelitáknak felosztva meg kellett hallgatniuk egy-egy hegyen, hogy mit jelent az, ha Isten megáld egy népet, és mit az, ha ennek ellenkezőjét az átkot kell elszenvednie engedetlen magatartásért. Arra azonban senkit nem bátorít a Biblia, hogy ezt az isteni jogkört átvéve politikai teológiai, vagy bármilyen fajta egyéb ellenfeleit átokkal fenyegesse. Ezzel nyomást gyakoroljon rájuk, vagy érvek helyett használja eszközként a másik megtörésére. Jézus egyenesen arra bátorít, hogy átok helyett áldást mondjunk még ellenségeinkre is. Bartus Lászlónak nem csak teológiai vitája van, volt közösségével, és nem csupán ebben az egy kérdésben. Meggyőződése, hogy volt közösségének vezetője nem igazán hisz a hitátalan megigazulásban, mintha nem is élte volna át, hogy Isten végtelen kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért bocsáttattak volna meg a bűnei. Mintha fogva tartaná az a gondolat, hogy az ember sokkal jobban bízhat a cselekedeteiben abban, hogy Isten megáldja, ha jót teszünk, és akkor bünteti betegséggel, vagy bármiféle hátránnyal, ha nem értettük meg akaratát, vagy nem követtük őt a keskeny úton. A kegyelemből való hitáltali üdvösség a szerző szerint idegen volt közössége gondolkodásától. Van azonban más kifogása is, ez pedig az, ahogy a híd gyülekezete, mint egyház, vallási közösség a rendszerváltás óta eltelt évtizedek alatt követhetetlen változásokon ment keresztül, Kezdetben a Szabad Demokraták Szövetségét támogatva vettek részt a választási kampányokban, ezért anyagi jutatást is kértek és kaptak, ezt követően az msp vel kerestek kapcsolatot, aztán következett az MDF, jelenleg pedig a Fidesz látják Isten politikai eszközének. A szerző szerint Magam is hasonlóképpen vagyok, volt közösségének lehetetlen nem látnia, hogy azok az intézkedések a törvényalkotásban, amelyek a sajtó bekebelezésében, a soha nem tapasztalt korrupcióban, az evangéliumi és más kisegyházak megtámadásában, és státuszuk elvételében, a hamis propagandában, a menekültek és hajléktalanok szaklatásában, a nemzetközi politikában való partnerváltásban vagy a karaktergyilkosságban nyilvánulnak meg, nem egyeztethetők össze a biblikus hittel, és nem képzelhető el, hogy Isten vezetés alatt lévő egyházak támogatást nyújtsanak egy ilyen politikai politika sikeréhez. Úgy vélem azonban, hogy a könyv megírását az is sürgette, hogy a híd gyülekezetének vezetője egy egészen sajátos harcot indított Bartus László ellen, és eközben azokat sem kimelte akik mellé álltak. A harc kibontakozása közben indított perekben tanúskodást vállaltak. Egészen konkrétan arról van szó, hogy német Sándor rabja lett a gondolatnak, miszerint Bartus László a rendszerváltás előtti hatalom ügynök hálózatának lett volna a tagja, és ilyen minőségében kárt akart volna okozni neki vagy a híd gyülekezetének. Ezt az álláspontot a vezető lelkész azután is fenntartotta, hogy idézőjeles bizonyítékairól kiderült, hogy nevetséges hamisítványok. Nyilvánvaló volt, hogy a Bartus Lászlóval való konfliktust szerette volna ezzel a méltatlan eszközzel a maga javára megnyerni. Bekerült a közvéleménybe egy névtelen iromány is, Mely egy állítólagos magyar származású Amerikában élő újságíró művelet volna, aki a bírósági döntések ellenére és a bizonyítékok lelepleződése után is azt állította volna, hogy igenis létezett egy bizonyos úgynevezett hatos karton, amely alátámasztja Bartus László beszervezett minőségét. A szerző nem elég bátor ahhoz, hogy saját névvel vállalja a fírkálmányt. Ha biztos lenne a dolgában, nyilván bíróság előtt is harcolna az igazáért de legalábbis nem félne odállni a közvélemény elé. Az minden esetre elgondolkodtató, hogy az álkönyv lapjairól inkább az árad, hogy olyan személy írta, aki illegálisan jutott olyan információkhoz, amelyek érintik Bartus László, zárójelben nem az ügyel kapcsolatos magánéletét. És ez a kiteregetése pedig semmi másra nem alkalmas, csak az ő személyének a lejáratására. Az is nyilvánvaló, hogy az álkönyv állarcos, arctalan szerzője, elkötelezett, sőt elfogult híve a hiti gyülekezetének és vezetőjének. Hát ezzel a módszerrel is súlyos vitája van Bartus Lászlónak. Nem érti, és ebben is egyet kell értenünk vele, hogy hívő ember, sőt, egy nem akármilyen közösség vezetője hogyan folyamathat ilyen tisztátalan eszközökhöz, Önmagában az is kérdés, hogy miközben több evangéliumi egyházat meghurcoltak, a híd gyülekezete hogyan lehet kiemelt partnere a jelenlegi kormánynak, ráadásul úgy, hogy sajtója kettős magatartást produkál. Egyrészt zárt körben ellenzékének tűnik, másrészt viszont elfogadja a kormány nem csak egy anyagi támogatását is. Bartus László úgy érezte, hogy ebben a helyzetben Isten előtt felvállalandó felelősséggel szólnia kell. A könyvírásának hónapjai alatt fejezetről fejezetre elküldte nekem, amit írt. Minden részt elolvastam. Kérésére a szükségesnek láttam megjegyzéseket, fűztem a leírtakhoz. Néha talán sokalottam a teológiai fejtegetéseket, de végül megértettem, hogy ez az ő műve, és ki kell írnia magából mindazt, ami bántja, nyugtalanítja, és amivel segítségére akar lenni a teljékozatlan hívő embereknek, sorstársainak abban, hogy tisztában lássanak, és felelősebben dönthessenek. Mikor felvetette, hogy nem írnék -e egy rövid előszót a könyvhöz, azt is hozzáfűzte, hogy természetesen tarthatok a könyv által érintettek bosszújától. Én azonban nem félek ettől, nagyobb és fontosabb úr előtt akarok igazán megállni. Nem érintenek mélyen azok az alattomos szurkálódások, amelyeket már eddig is tapasztaltam Bartus László ellenfelei részéről. Bartus László a barátom, akit szeretek és tisztelek. És ebbe az is beletartozik, hogy amennyiben nem értenék egyet vele, nyíltan bírálnám az írását. Erre azonban nem érzek késztetést. Abban reménykedem, hogy ebben a fertőzött közéletben, ami különösen az elmúlt tíz évben ránk szakadt, mégis munkálkodhat a kegyelmes Isten szent szelleme, és indíthat megtérést, megtisztulást, bűnbánatot. Nagy szükség lenne erre egyházaink életében is. Kívánom, hogy Isten áldása kísérje Bartos László művét. Iványi Gábor